Köszöntöm Önöket innen a Győri Nemzeti Színházból. Nagy a készülődés, hiszen hamarosan indul a visszaszámlálás. Mai műsorunkból megtudhatnak mindent a fantasztikusnak ígérkező júniusi Portugála részleteiről. Emellett persze szólunk két készülő következő évados bemutatóról is. Ismét városunkban rendez Valló Péter rendező, aki most a Győri Nemzeti Színházban dolgozik újra együtt a Nemzet színészével, Almási Évával. Érdemes lesz tehát ma is velünk tartaniuk. Szodád. Sokan ezt a portugál szót tartják a világ egyik legszebb kifejezésének. Jelentése ugyanis nem más, mint egyfajta nosztalgikus, de erős és fájdalmas vágy valami vagy valaki után, akit vagy amit nagyon szeretsz, de már elvesztettél. Ha tetszik, erről szól a Portugála. A Győri Nemzeti Színház Egressy Zoltán portugál című tragikomédiájának 200. és egyben utolsó előadásával ajándékozza meg a győrieket a Széchenyi téren június 11-én. Az eseményhez kapcsolódik a portugál hasonmás játék is, melynek fődíja egy kétszemélyes utazás Portugáliába. Ismerős a zene, ugye? A nagy sikerű portugál utolsó kőszínházi előadásán jártunk még áprilisban. A júniusi Portugála előkészületei már az előadás előtt megkezdődtek. Akkor a színészek pózoltak a győrbájkkal, most pedig önökön van a sor. Ha, igazi rettek vagyok? Most már rettek. Jó, okay. A júniusi Portugálához kapcsolódik tehát a portugál hasonmás játék is, melynek lényege, válasszanak ki egyet a portugál szereplői közül. Öltözzenek be hozzá hasonlatosra. Pózoljanak egy győrbájkkal, készítsenek fotót, melyet küldjenek be a színház szervezési osztályára. Miért pont retek figuráját választottad? Elég vagány ahhoz, hogy tudjak vele azonosulni, meg igazából ez a bőrdzseki, ez nekem is kedvencem. Mennyi időt töltöttél azzal, hogy a jelmezed megfelelő legyen? Körbenéztem otthon, megnéztem, hogy mi az, amit a retekhez illően fel tudok venni. Egyedül azt gondolom, hogy a nadrágba kellett volna még egy jó fekete kopott farmer. Hát mondjuk egy jó fél órát keresgéltem, meg azért be kellett nézni a két dzseki közül, melyik a retekhez illőbb. Barátnod elkészítette ugye a fotókat, amit június 9-ig lehet beküldeni. Készülsz-e a portugál nagy utazásra? Hát persze, már be is csomagoltunk, úgyhogy igazából várjuk a lehetőséget. Poros volt, de most már nem. Aztán hová lesz a séta? 9 évvel ezelőtt a Kamara teremben Forgecs Péter állította színpadra, nyugodtan mondhatjuk, a kortárs magyar drámairodalom egyik legnépszerűbb darabját, amely az első pillanattól a győri nézők kedvence lett. El kell engedni egy előadást, hogyha már a szereplők változtak sokszor. Az, hogy nekem ez miért fontos, azért, mert vidéken ilyet talán nem nagyon lehet megcsinálni, hogy 200 előadást megér egy színház. Azon kívül, amikor bemutattuk, akkor én voltam 50 éves pont, tehát aznap mutattuk be, október 13-án, akkor voltam 50 éves, és ez nekem amúgy is egy ilyen jelentős nap volt, meg premier, stb. Tehát ez egy személyes öröm is volt. És hát majd, hogy nem a 61. születésnapomon hagyjuk abba, nem, 59-en, úgyhogy mindenképpen egy nagyon csodálatos dolog. Először is azt kellett tudni, hogy hol van Portugália. Európa legszélén van térképen. A nagy megálló a Portugála lesz, mely a Győri Nemzeti Színház ajándéka. Június 11-én a Széchenyi téren a társulat 200-szor játsza Egressy tragikomédiáját egyben utoljára. Az eseményhez kapcsolódik a portugál hasonmás játék is, amiről már beszéltünk, most nézzük a játék fődíját, egy kétszemélyes utazást Portugáliába. Az OTP Travel 32 éve megalakulása óta támogatja a kultúrát, itt vallásunknak érezzük az értékek közvetítését, ezért is mondtunk boldogan igent a Győri Nemzeti Színház felkérésére. Az OTP Travel felajánlott egy lisszaboni kétszemélyes utazást repülőgéppel, amely 3 éjszakára szól egy 3 csillagos szállodában. Portugáliában rendkívül intenzív kulturális élményben van része az utazónak. Vehetjük ide például az építészetet, a történelmet, a finom borokat és a vallást esetleg, vagy a kulináris élvezeteket is. Azoknak, akik nem nyertek, azoknak sem kell elkeserednie, mert ahogy a szlogenünk is szól, mert biztosan utazik, az OTP Travel nyári kínálatában rengetegféle utazást tudunk ajánlani. A klasszikus körutazások, városlátogatások és tengerparti üdülések mellett most már az egyre népszerűbb hajóútjaink is megtalálhatók.
Hajóval bejárhatjuk az egész mediterrán térséget, a norvég fjordokat, sőt még Alaszkába és a Távol-Keletre és a Karib-szigetekre is eljuthatunk. Azoknak, akik jobban szeretik egyedül felfedezni a világot, azoknak pedig személyre szabott ajánlatokat tudunk összeállítani, repülőgépfoglalással, szállásfoglalással és akár még belépőkkel is. Minden utazni vágyott várunk sok szeretettel. Győr megyei jogú város támogatásával több ezer néző búcsúzhat majd az óriás kivetítős ünnepi előadáson a Győri Nemzeti Színház történetének egyik legsikeresebb produkciójától. A június 11-i színházi nyílt napon a Portugálán élő zenével, vásári mutatványosokkal, meglepetés vendégekkel és némi nosztalgiázással várja a nézőket, a darab rajongóit, a Győri Nemzeti Színház. 10-kor lesz ez a bizonyos fursenyítás, mert hiszen a téren azt a hangulatot idézzük meg, ami a Portugálban egyébként is van, hogy itt már céllövöldék vannak, és mindenféle vúski kellékek, amik ebbe beleillenek. Tehát ez lesz a nagy nyitó, 10 órakor. 10.30-tól ugye Szell Attilának minden nyílt napon vannak az ő csapatával, ez a kis plastikonok. Hát itt most az Irgácsi plastikonok lesznek, tehát a portugál darab lesz betömörítve a Szell Attila által. Majd utána lesz egy úgymond papírhajó hajtogató verseny, ami hát ugye tudjuk egy emblematikus része a darabnak és egyáltalán a végén, amelynek a zsűri elnökei a Szina Kinga és a Sárközi József. 11 órától lesz egy olyan verseny, aminek az lesz a címe, hogy Jucika feláll című verseny, és ennek az a lényege, hogy ki az, aki leglassabban tud erőből felállni ilyen magas sarkú cipőben. Ennek az elnöke természetesen Szina Kinga. Kulisszák mögött a nyílt napon a fanatikusokra portugál kvíz és a színpadi titkok megismerése vár Páros Zsolt színpadmesterrel. Ezután következhet a nyílt próba, mely már felkészül és az esti nagy jubileumi előadásra. Levezetésképpen délután 3:30-tól indul a fröcsikézős kerekasztal, avagy szabad sztorizás a szereplőkkel. Csipesz, aki elmegy taxizni Budapestre, neki van egy riksája, és ő ott fog állni, és aki akar néző, ebbe a riksába beülhet, és Csipesz, a híres taxis, a riksás taxis körbejárja, beül az ember, és körbejárja vele a Széchenyi teret. Lesz egy sátán szlalomverseny, csörös rekeszeket kell majd nagyon ügyesen kikerülgetni, és lesz egy fénypont még a Tárkány koncert előtt, amikor is Járai Máté fog megérkezni, és egy úgymond, hát hogy is mondjam, portugál anyázást fog bemutatni az ő stand-upjával, hogy miért nem a primadonnákat nézitek inkább címmel. Majd utána lesz a Portugália-Lisszaboni út a kisorsolása közjegyző jelenlétében, majd kezdődik maga az előadás, amihez hát ugye szünet nélkül lesz, és amihez hát mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, remélhetőleg nagyon sokan fogják nézni. Itt van a finálé, figyeljék a Győri Nemzeti Színház portugál hasonmás játékát. Készítsenek fotót a portugál jelmezében, egy győrbájkkal. A képek beküldői között az OTP Travel által felajánlott két személyes portugál utazás sorsolnak ki, közjegyző jelenlétében a Széchenyi téren június 11-én, a fotókat pedig június 9-éig várják. A lelkes győri közönség ismét bizonyíthatja kreativitását és aktivitását, jöhet tehát a nagy júniusi szuperbuli, a portugála a Széchenyi téren. A mesterkurzus újra beindult a Győri Nemzeti Színházban. Való Péter rendezőhöz csatlakozik a nemzet színésze, Almási Éva is, akik most városunkban dolgoznak újra együtt. Készül tehát a következő évad első nagy színpadi bemutatója, Osztrovszki, Farkasok és Bárányok című végjátéka. A mű és a szereposztás teli találat, a próbán jártunk. Hogy az egész egy kicsit olyan tendenciózusabban elfoglalnánk az egészet és eret. Felvételeink az emlékpróbán készültek. Való Péter vezetésével ismét beindult a mesterkurzus Győrött. A rendező a Shakespeare-i művek után most az orosz klasszikus Osztrovszki zseniális Farkasok és Bárányok című vígjátékát rendezi, a főszerepben Almási Évával, a nemzet színészével. És bár a mű a 19. században íródott, a történet visszanyúlik az ókorba, az Ezopuszitan meséhez. Na, itt vagyok egész háznépemmel.
A ház maradt otthon. Murzaveckaja, Almási Éva arra készül, hogy mindenkit megkopaszt a környéken. Ördögi tervet eszel ki a szomszédban lakó özvegy, a gazdag és szép Kupavina, Mózes Anita vagyonának megkaparintására is. A földbirtokos nő azonban rosszul méri fel ellenfeleit. Hiába, rajta kívül is sok éhes farkas csatangol a vidéken, aki vagyonra, hozományra, örökségre vagy éppen kölcsönre vadászik, mint Csugunova az ógügyvéd. Igen, igen. Hogyne, kérem. 20-szor dolgoztam már a Péterrel, és nekem még mindig tud újat mondani, mert ő mindig előről kezd mindent. Tehát ahogy egy színésznek előről kell kezdeni egy szerepet, nincs az, hogy a Péterrel valahol abba hagytuk. Persze emlékszünk a sok közös munkánkra, ő is, én is, de egy szerepet előről kell kezdeni, és neki is, mint rendezőnek, előről kell kezdeni instruálni engem. Az előnye az persze, hogy ismer engem, tehát ő tudja, hogy én körülbelül hogy dolgozom, és hol tartok egy próba folyamatban, tehát ez óriási előny. És nem kezd el tornáztatni már rögtön az első pillanattól kezdve, mert tudja, hogy mi az én munkamódszerem, és én is ismerem az övét. De mindig előről kell kezdeni. A Valló Péter féle mesterkúzus állandó szereplője Csankó Zoltán. Mit jelent most a nemzet színésze, Almási Éva jelenléte itt Győrött? Ez nagyon nagy megtiszteltetés a városnak, a színháznak. Én nagyon-nagyon örültem nekem, amikor meghallottam, hogy ő lesz. Én dolgoztam már vele a Radnóti Színházban, de közös jelenetünk nem volt. Mondjuk volt, hát együtt voltunk a színpadon egy jelenetben, de zárt jelenetünk nem volt, itt viszont van kettő is, és már akkor is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem őt, úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam, hogy itt van. Hát egy végtelenül intelligens, ha nem bántó, jó fej, aki most közöttünk van, és látom a többieken is, hogy szeretik, és ő is nyitott a társulatra. Osztrovszkij 1875-ben írott darabjának minden hőse ismerős lesz. A legekkel való együttes munkáról kérdezem a Jelizavete Kupavinát alakító Mózes Anitát. Nagyon megtisztelő feladata a Valló Péterrel és az Almási Évával dolgozni. Azt szeretem a Péterben, hogy ő kísérletezős típus, ez látszódik rajta, és ennek nagyon örülök, hogy nem ragad meg mindig ugyanannál a színésznél, hanem ugyanúgy kíváncsi arra, hogy kik vannak még ebben a társulatban is. A Vízkereszt ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és nagyon sajnáltam, hogy azt pont nem csinálom. Úgyhogy amikor megtudtam, hogy ebben végül benne vagyok, annak nagyon örültem, mert nagyon sokat lehet a Pétertől tanulni. Rettenetesen felkészült és nagy tudású ember. És ettől csak fejlődni lehet. Orosz művet játszani mindig ünnep egy társulat életében. Ez nem csak Szina Kinga, de Járai Máté számára is eleve elrendelés, tekintettel a családi kötődésre. Nekem vannak orosz felmenőim egyrészt, nekem a nagymamám Svetlana, ő egy orosz nő volt, sajnos már nem él, úgyhogy ettől valahogy az orosz kultúrához nagyon-nagyon szoros szálak fűznek, vagy nagyon szeretem őket, az orosz népdalokat is, meg az orosz műveket, nagyon Dosztojevszkit, stb. Nagyon szeretem. És ugye volt szerencsém játszani tavaly a Revizorban, és valahogy visszaköszön, de ez, ha lehet, még abszurdabb figura, mint amilyen Lesztakov volt, nem annyira dörzsöltebb, sokkal inkább tönkrementebb, de hát ez is egy súlyos alkoholista, csak talán nem annyira ügyeskedő, nem annyira ügyes. Nagyon mélyen megvan a drámája, és Valló Péter nem is igazán a vígjátékot rendezi, hanem először most még így a próbaszakasz elején azt látom, hogy ő a drámát ássa elő belőle, hogy mennyire szomorú is ez, hogy ugye a farkasok az erősebb mindig felfalja a bárányt. Uh-huh. És egyébként pont arról beszélgettünk sokat az elemző próbán, hogy manapság a farkasok milyen csenevészek, és milyen gyengék, és milyen kövérek a bárányok. Tehát lehet, hogy ezek a szerepek egy kicsit megfordultak, és erről szól a darab. Én Almási Évát rengetegszer láttam színházban, gyerekkorom óta, még amikor a Madách Színházban játszott. Budapesten mi egy utcában laktunk gyakorlatilag, és mindig, amikor én mentem iskolába, vagy nem, akkor tudtam, hogy itt egy nagyon nagy színésznő lakik ebben a házban, és hogy ő az Almási Éva. És most egyszer csak az első próbán már az ölébe borulva, simogatva a fejemet mondta a monologot, amit... Szóval ezek nagyon nagy dolgok, és ez nem korfüggő, tehát nem 37 évesen ugyanolyan boldogságot tud nekem jelenteni, hogy Valló Péter instrukcióit kapom, és Almási Éva ad nekem végszót. Ezek nagyon nagy dolgok, és nem csak nekem, hanem az egész társulat életében nagyon fontos, hogy két mesterrel dolgozunk most, akikkel nagyon nagy öröm a közös munka, és nagyon remélem, hogy mi is örömet okozunk nekik azzal, hogy új embereket ismerhetnek meg. Szellemi lelki munka folyik a színpadon, az együtt gondolkodás, a megértés és a kibontás jegyében. Glafirát játszom, aki valamikor egy nagyon világi lány volt, Péter várott,
nagyon vidám életet élt, és aztán elkerült Meropa kisasszonyhoz, ahol egy egészen másfajta életvitelt kellett a magáévá tennie, elsajátítania, az egy nagyon szenteskedő, zárt világ, de közben a vágyai azok egészen másról szólnak, a vágyai azok az, és nagyon rossz anyagi körülmények közül jön, tehát egy szegény lány egyébként, és hát az ő vágya, hogy fogjon egy gazdag férjet magának, egy jó partit, és ez majd biztosítja az ő boldogulását a továbbiakban. És ennek érdekében viszont mindenre képes. Vigyátékról van szó, de Való Péter nagyon vigyáz arra, hogy ne menjen el ez, ne billenjen el semmiképpen abba az irányba, ami csak a poentírozásról szól, és az egyébként borzasztó szellemes szövegnek a kidomborításáról, hanem hogy találjuk meg ezeknek a sorsoknak a mélységét, a frusztrációit, a fájdalmait is, és hogy ezt is jelenítsük meg. Osztrovszkij 1875-ben írott darabja, szenvedélyes hangú, metsző humorú vígjáték, melynek sorai ma is aktuálisan csengenek, köszönhetően Morcsányi Géza fordításának. Az ügyeskedő vagy éppen bájosan esendő hősei pedig mindannyiunk számára ismerősek lesznek. A Mesterkurzus, Almási Éva nemzet színésze és Valló Péter rendező vezetésével tovább folytatódik a Győri Nemzeti Színház következő évadának első bemutatójának próbáin. Egy újabb készülő következő évi premierről szólunk a folytatásban. A világhírűvé vált magyar regény színpadi változatát kezdték el próbálni a Győri Nemzeti Színház stúdiósai. A Pál utcai fiúkat a Vilkors Huli Bélet keretében tűzi majd műsorára a következő évadban a Győri Nemzeti Színház. A közönség januárban láthatja Molnár Ferenc Időtlen a barátságról, a hősiességről és a becsületről szóló klasszikusát. A mozgáspróbán Zolnyánszky Alexandra járt. Míg Valló Péter a nagy színpadon próbálja a farkasok és bárányokat, addig a színház negyedik emeletén is készülnek a következő évadra. Xell Attila csapatának nagy részét ezúttal stúdiós diákok teszik ki, de később bekapcsolódik többek mellett a Kossuth Díjas Bede Fazekas Csaba is. Színes tehát a Pál utcai társaság. Nyilván itt arról van szó, hogy előre el kell készülnünk a bérletes gyerekelőadásnak valamelyik darabjával. Ilyenkor én 2-3 emberhez tudok ragaszkodni, a többit pedig úgy kapom. A Pál utcai fiúkat január 15-én mutatják be a győriek. Xell Attila az eddigi színpadi változatokhoz képest egy regényhez hű átdolgozást képzelt a színpadra. A gyerekeknek pedig sokat mesél az 1800-as évek végéről, ahogy az egyik szereplő, Posonyi Takács László fogalmazott, Ólyavári estéken avatja be őket a kor hangulatába. Hogyha megnézed ezt a kisfiú bandát, ebben a korabeli, a monarchia korabeli társadalom teljes metszete jelen van. A nevek alapján, a viselkedésük alapján ki lehet következtetni, hogy kik a délvidékiek, kik a proletárok, kik a gentrik benne. Nagyon-nagyon szépen leírja. Molnárnak nagyon-nagyon erős volt az érzéke a társadalmi helyzethez. Az 1907-ben megjelent regény több tucat nyelvre fordították le, és hozzánk hasonlóan számos ország általános iskolájában kötelező olvasmány. Békés Pál, aki engem dramaturgiára tanított annak idején, egy dramaturgi ember írja egy helyütt, hogy találkozott a japán császárnéval, és ő azt mesélte, hogy hordozta a háború alatt a kis tárcájába magával az egyik japánul nyomtatott példányát a Pál utcai fiúknak, meg azt is mondják, hogy ugye hogy nem Puskás Öcsi vagy Rubik Ernő a leghíresebb magyar, hanem Boka és Nemecsek, mert hogy annyian ismerik. Én szerintem ez egy nemzeti kincsünk úgy, ahogy van, és legyünk büszkék rá, és mutassuk meg újra és újra. A regény örök értékekről mesél, főszereplői pedig Nemecsek Ernő, Boka János, Gerép Dezső és Ács Feri fogalommá váltak, ahogy a Gittegylet, az Einstand vagy a Grundszavak is. Molnár Ferenc szerkesztése pedig arról árulkodik, valószínűleg gondolt a fiúk történetének színrevitelére is. Azt gondolom róla, hogy zseni volt. Méghozzá úgy, hogy valószínűleg az egyik legnagyobb regényíró vagy novellista lehetett volna Magyarországon, ő nem választja a színházi utat. De mi színháziak borzasztóan örülünk neki, hogy ezt választotta, mert számtalan nagy előadása, a Lilliommal kezdeném, de a Játék a kastélyban, vagy az Ibolya, vagy az 1-2-3, ugyanúgy sorolhatnám azokat a regényeket. Jelenleg a mozgáspróbák zajlanak, ott jártunkkor Fehér Ákos tanította a fiúknak a csata jelenetet. Nem akartam ilyen véresen komoly koreográfiát fölrakni, hanem azért egy kicsit a fantázia, vagy egy kicsit nem odaillő dolgok, hogy akkor hogy lehetett, hogy az ember mégiscsak egyrészt szórakozzon rajta, másrészt, hogy
a gyerekek is jobban érezzék benne magukat. Nem egy kaszkadőr banda van itt, akiket most akkor itt egy spártai harcot meg kell mutatni, hanem gyerekek, de ők is véresen komolyan gondolják ezt, és ezt ők tudják eladni, nem pedig a koreográfia. Fehér Ákos szerepel is a darabban, a tiszta szívű Pál utcai vezért Boka Jánost alakítja. Amikor Bokával találkoztam, én mindenképpen egy példaképet, egy ideát látok, hogy ő egy idea. Mind a gyerekek számára, mind a felnőttek számára, ahogy viselkedik, természetesen vannak hibái, és ettől lesz maga a karakter, amit leírtak, ettől lesz tökéletesebb. A Pál utcaiak és a Vörös Ingesek csapatához kisebb és nagyobb növendékek is tartoznak a színház stúdiójából. A legkisebbek meséltek televíziónknak. Mi ebben az évben olvastuk igazából, de előtte is már a testvéremnek kötelező olvasmány volt, és ő elolvasta nekem. Még kicsi voltam, de én akkor is nagyon szerettem. És szerintem egy nagyon szép történet, hogy csapatban vannak, az nekem nagyon tetszik, hogy összefognak. Látsz ilyet az iskolában, vagy az osztályban? Igen, mi csináltunk egy ilyen egyletszeriséget. Gitt egylet. Igen, majdnem. De mi nem olyanok vagyunk, hogy kizárjuk a többieket. Nálunk ilyen demokrácia van, meg vétójog. Neked vannak a somó élményeid? Hát igen, mi így a suliba így szoktunk így találkozni, és akkor így átmegyünk egymáshoz játszani, meg amikor bujócskázunk, így elbújunk így a fa tetején, és akkor így onnan így dobálunk így lefelé ilyen homokokat egymásnak, meg így este így lámpával egymást így jelzgetjük. Ilyen nagyon jó hely. Amellett, hogy már létezik számítógép, internet és okostelefon, a gyerekek nem sokat változtak. Kell egy csapat, na és egy terület, ahol életre szóló emlékeket szerezhetnek együtt. Kedves nézők, mai műsorunkban szóltunk a júniusi Nagy Portugáláról, a két készülő következő évados bemutatóról. Ne feledjék, műsorunkat követhetik a Gyöpusz Rádióban, interjúinkat pedig olvashatják a gyöpusz.hu-n, illetve a Gyöpusz heti labban. Két hét múlva pedig újra itt várom Önöket a Győri Nemzeti Színházban. A műsorvezetőt a Rúzs öltöztette. Rúzs. Stílus, divat, elegancia. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.